Bojkotra szólít fel az Együtt a kvóta népszavazáson. Szigetvári Viktor elnök a vendégünk, jó reggelt kívánok! Nincs ebben egyetértés az ellenzéki oldalon, a liberálisok például azt mondják, hogy igenis bele kell állni az igenbe, vagyis el kell menni népszavazni, és utána a kormány álláspontjával szemben kell szavazni. Miért nem ez a helyes út önök szerint? Azt hiszem, hogy ez olyan kérdés, amelyben lehet ezt is és azt is gondolni. Szerintem tisztességes a liberálisok álláspontja, nem dolgom ebben velük vitatkoznom. Az Együtt egy olyan kampányra készül, amelyben világosan beszél arról, hogy a kvóta és a menekültválság ügyét használja Orbán Viktor, hogy Európa ellen hangoljon. Mi a kvóta ügyében hónapokkal ezelőtt is, most is egyenesen beszélünk, szerintünk része egy jó európai megoldásnak, csak már a kérdésben is hazudik Orbán Viktor, hiszen betelepíteni senkit nem akar ide az Európai Unió. Másrészt viszont nem hiszem, hogy a mi dolgunk, hogy ezt egy érvényes, eredményes népszavazássá tegyük. Az Együtt szerint ez egy alkotmányellenes népszavazás, így ebben a formában nem lehetne erről népszavazni. Én ma szórólapozni fogok az Együtt aktivistájával Budapest egyik metró aluljárójában, és egy aktív kampányra készülünk. A bojkott nem a lazsálásról szól, arról, hogy Európa mellett, egy változó Európában, egy változó Magyarországról beszélünk, és közben beszélünk őszintén, egyenesen arról a menekültválságról, amely súlyos, más eszközöket igényel, de közben nem szabad hergelni, demagóg módon megosztani ezt a közösséget. A közvéleménykutatási adatok, a kormánypártok népszerűsége ismeretében van arra reális esély ön szerint, hogy nem lesz érvényes ez a népszavazás? Azt hiszem, hogy erről inkább Závesz Tibort vagy Hán Endrét kell megkérdezni. Amit én értek a közvéleménykutatásokból, az az, hogy Magyarországon Európának, az európai együttműködésnek a gazdasági helybenjárás és a menekültválság és sok minden más kortárs probléma ellenére van becsülete, van többsége. Az Együtt arra készül, hogy beszéljen egy jobb Európáról. Én nem hiszem, hogy olyan könnyű dolga volna Orbán Viktornak még egy nagyon-nagyon lejtős pályán egyoldalú kormányzati adófizetői pénzből fizetett propaganda ellenére sem. Ugye vegyük észre, hogy a Fidesz már hónapok óta kampányol az adófizetők pénzén, miközben az adófizetők között vannak a szavazástól évek óta távol maradó emberek, vannak egyébként jobboldaliak és liberálisak, baloldaliak és konzervatívok. Ebben egy nagyon súlyos egyenlőtlenség van. Például egyébként én ezért kezdeményezek mai napon tévévitát is ebben az ügyben, mert szerintem ez egy olyan kérdés, amelyben vitatkozni kell, meg kell mutatni Európa vízióját, meg kell benne mutatni Magyarországról a víziónkat, és igenis becsülettel egyenesen kell beszélni arról, hogy a menekültválságot szolidaritás ellenesen, emberség ellenesen nem lehet megoldani. Kivel szeretne vitatkozni, hol és hogyan? Elsődlegesen a köztelevízió, hogyha ők nem lesznek nyitottak, akkor más kereskedelmi tévéhez fogunk fordulni, arról, hogy Európa ügyében ki mit gondol, és a parlamenti pártok vezetőit, minden parlamenti párt vezetőinek írok levelet. Tehát Orbán Viktorral szeretne vitatkozni? Én nem vagyok már ilyen igényes, ő nyilvánvalóan a pornép közé nem ereszkedik le, hiszen ő autókkal suhan és nem beszél senkivel, nem tekint partnernek más pártokat. Én azt gondolom, hogy neki dolga volna ebben elmagyarázni az álláspontját. Ki a Fidesz vezetője, hanem Orbán Viktor? Hát neki írtam levelet, hogyha ezt kérdezi. De ugye az előbb azt mondta, hogy a parlamenti pártok vezetőivel szeretne van vitatkozni, hát de akkor kivel, hanem Orbán Viktor? Az ő szajszáim abban is és szaporodtak, hogy Orbán Viktor nem ereszkedik le közénk, és nem vitatkozik ilyen fontos kérdésekről. Látjuk, hogy ő kimenekül a vitákból gyáva ahhoz, hogy beszélgessen ezekről a kérdésekről, pedig ő jó lenne a vitában, és nagyon kemény érveket tudna szembe helyezni, akár az én érveimmel, akár más pártvezetők érveivel. Én más vezetőkkel is meg fogok elégedni, nyilvánvalóan neki írtuk ezt a levelet, meg hát más pártok. Van értelme a kormánypártok nélkül vitatkozni erről? Én szerintem még nélkülük is van értelme vitázni, nem azért feltétlenül, mert hogy most a liberálisok egy picit mást mondanak, hiszen pont éppen Fodor Gábor a menekült válság ügyében becsületes politikát képvisel, és szerintem az Együtt is gyakorlatilag ugyanazt mondja arról, amit a menekült válságban Európa csinál, és ami a kötelesség volna, hogy a menekülteknek szállást adni, azokat, akiket ki kell utasítani, természetesen kiutasítva, de azok, akik egyébként megerőszakolás vagy más bajok elő menekülnek, azonnak menedéket adni. Ebben az ügyben szerintem lehet egyenesen beszélni. A Jobbik is, az LMP is mást mond. Ugye az LMP az elmúlt fél évben egy nagy fordulatot írt le. Ők azt mondják, hogy Angela Merkel enmaga okozta a válságot, meg esetleg kicsit a kapitalizmus. Mi az Együttben azt gondoljuk, hogy a piacgazdaságot javítani kell, de nélküle nem tudunk működni, és egyáltalán nem gondoljuk, hogy Angela Merkel okozta a menekült válságot. Szerintem ő megoldani akarta, csak sajnos önző nemzetállami vezetők, többek között Orbán Viktor magukra hagyták és magára hagyták, és nem tudták megoldani együtt.
És mire alapozzák azt, hogy Orbán Viktor ezzel a kvóta népszavazással valójában az Európai Unióból akarja kivinni az országot, az Orbán Viktor, aki a britek népszavazása előtt újsághirdetést adott föl Nagy-Britanniában, kérlelve őket, hogy maradjanak. Fontos kérdés ez a kampány az Együtt részéről. Nem arról fog szólni, hogy az Európai Unióból való kilépéssel riogatunk. Ezt Lázár Jánosnak vagy Kovács Zoltánnak a nyilatkozatai kapcsán el kellett, hogy mondjuk, hiszen erről az elmúlt 20 évben nem nyilatkozott így politikus, még akár szélső jobboldali sem. Szerintem ez egy káros, rossz út. Európa szövetséges, nem ellenség. Európa barát, nem Magyarország ellenfele. Jobban kell együttműködni vele. Azt, hogy arra menjen a kampány, hogy mi most riogatunk a kilépéssel, azt szerintem félrevinne a lényegi kérdésről. Arról, hogy egy átalakuló Európai Unióról beszélünk, amelyben szerintem lehet szorosabban, lehet jobban együttműködni. Én biztos, hogy nem arról fogok beszélni ma a sajtótájékoztatón is, vagy amikor az utcát fogom járni az ország különböző városaiban, hogy most kilépnünk, kilépünk, vigyázz, vigyázz. Na de önök szerint valójában ki akarják vinni az említett urak az országot az Európai Unióból, vagy nem? Hosszú távon lehet, hogy ki akarják. Most egyelőre azt látom, hogy ők abban látják magukat érdekeltnek, hogy ameddig kapunk uniós támogatásokat, addig ők annak egy részét haza tudják vinni az oligarcha családoknak, és el tudják lopni. Én egy olyan Európai Uniót szeretnék, például erről fogok beszélni, ahol nem engedheti meg az Európai Unió, hogy magyarországi ügyészség elszabotáljon fideszesekkel szemben nyomozást, szükség volna európai ügyészségre, miközben nem hiszek abban, hogy egy nap alatt, vagy egy hónap alatt, vagy öt év alatt szuper európai Egyesült Államokat lehet csinálni, mert szerintem az ugyanúgy illúzió, ebben józan középúton jár az együtt, jobb nemzetállami együttműködés kell, és bizonyos súlyoknak, egyensúlyoknak az átrendezése. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor rövid távon nem akar kilépni. Én nagyon szomorú vagyok, hogy Lázár János teljesen a magyar nemzeti érdekkel szemben már kivinni most is Magyarországot az Európai. Azért nem pontosan, mert Lázár János is valahogy úgy fogalmazott, ha nem is tudom teljesen szó szerint idézni, hogy ő a jelenlegi Európai Unióban csalódott, de hát természetesen jobb lenne tenni azért, hogy ez az Európai Unió ez jobb legyen végül is, más szavakkal, de hasonlót mondanak önök is. Önök azt kijelentik, hogy szó sincsen semmiféle kifele tartásról, de hát egyébként megdolgozzunk együtt azért, hogy az unió jobban működjön. Hát, hogyha véletlenül úgy hangoztak a szavaim, hogy ugyanazt gondolom, mint Lázár János, akkor azért... Nyilván akkor, nem ugyanazt gondolja, csak azért, mondom, hogy ő is arról beszél, hogy meg kell változtatni, reformálni, javítani az Európai Uniót. Majd jön ide Lázár János, és mondja a maga véleményét, szerintem ez félreértés, amit ön mond. Lázár János arról beszél, hogy ki kell vinni ebből az Európai Unióból Magyarországot. Azt mondta, hogy a jelenlegi unióban maradása nem tudna jó szívvel szavazni, ez csűrhető, csavarható, így is, úgy is. Csűrheti, csavarhatja. Szerintem ő ki akarja vinni ezt az országot az Európai Unióból. Orbán Viktor erről máshogyan beszél, és az Együtt ebben világosan fogalmaz. Szerintem ebben a dologban egy jobb Európa együttműködésre van szükség, de Lázár János is, Orbán Viktor is ellenségként, ellenfélként beszél, nem szövetségesként Magyarország felől az Európai Unióról. Megszokhattuk már, hogy a Fidesz úgy beszél az Amerikai Egyesült Államokról is, és az Európai Unióról is, vezető nyugat-európai tagállamokról is, hogy mintha ellenfeleink lennének. Valahogyan Vlagyimir Putyin fele erről nem beszélnek ilyen keményen, pedig Magyarországnak nem keleten, hanem nyugaton van a helye. Én azt tudom, hogy Magyarországnak egy jobban működő Európai Unióban van a helye. Én azt látom, hogy a Fidesz és egyes európai populisták egy sokkal nemzetállamibb Európai Unióban hisznek. Ön is erre utal, hogy ők esetleg ebbe az irányba vinnék el az Európai Uniót. Én azt látom, hogy emögött a kérdés mögött, minden mögött alapvetően gazdasági probléma van. Ez röpíti Trumpot, ez röpíti a francia szélsőjobboldalt, ez röpíti a német szélsőjobboldalt, ez vezet el a maga módján évtized hazug hergelése után a Brexithez is, hogy van egy gazdasági válság az Európai Unióban, amelyet nem tudunk jól megoldani. Az Amerikai Egyesült Államok talán jobban oldotta meg, és emögött az van, hogy az emberek, a középosztály és a szegényebbek nem jutnak egyről a kettőre. Hát nem tudjuk pontosan, hogy hogy oldotta meg az Egyesült Államok addig, amíg meg nincs az eredménye az elnökválasztásnak, azért ott még sok minden kiderülhet és eldőlhet, de a Brexit, a britek népszavazása azt megmutatta, hogy a populizmussal elég nehéz észérveket szembe helyezni. Ön szerint, ami működött Nagy-Britanniában, az hogy állítható meg Magyarországon? Azért én nem vetnék keresztet az angol társadalmon, hiszen azért ez egy szűk többség volt, és azért nagyon sok egyébként munkásosztálybeli ember is, kékgalléros ember is, szegényebb ember is szavazott az Európai Uniós tagság mellett is. És ők most nyilván csalódottak, de ettől meg a többség döntött? Így csak, hogy én nem szeretem azt, hogy itt az elitek emide szavaztak, a szegényebbek amoda, a butapor nép akart kilépni az Európai Unióból. Jogos sérelmeik vannak ezeknek az embereknek, és szerintem minden populizmus ellen alapvetően úgy lehet harcolni, hogy egyrészt az ember megőzi a józan eszét, nem hergel, ezért mondtam önnek, hogy mi nem az Európai Unióból való kilépéssel fogunk riogatni, hanem egy jobb Európáról beszélünk, és arról, hogy Lázár János meg Orbán Viktor egy megváltozó Európai Unióban dolgozik azon,
hogyha már kevesebb pénzt kap majd Magyarország a fejlesztésére 2020 után, akkor talán több szuverenitás legyen Orbán Viktornak Magyarországon, csak én félek tőle, hogy Magyarországnak az volna éppen pont az érdeke, hogy bizonyos kérdésekben szorosabban működjünk együtt, miközben én az Európai Egyesült Államokban személyesen nem hiszek, mert szerintem az én életemben a nemzetállami vezetőknek kell jobban együttműködni. Az együtt ezért mondta például, hogy Angela Merkelt magára hagyta Orbán Viktor felelőtlenül akkor, amikor iszlám ellenes indulatban eltévesztve a radikális dzsihád és a békés muszlim hitűek közötti különbségtételt próbált hergelni idegenek ellen, ez szerintem elfogadhatatlan. És az önök aláírás gyűjtése a teljes jogú uniós tagság mellett, az pontosan mit céloz és mit érhetnek? Az része a kampánynak, mert azt gondoljuk, hogy Magyarországon többsége van az Európai Unióban való maradásnak. Ez nem egy megváltoztathatatlan. Na de ön mondta, hogy nem riogatnak azzal, hogy kilépésről lenne szó, de akkor mi értelme van aláírás gyűjtünk? A teljes jogú tagság mellett gyűjtünk, mert szerintem, ha most előre tekintünk 5-10 évvel, akkor egy megváltozó Európai Unió lesz. Simán lehet egy soksebességes Európa, Schengennel, Schengen nélkül, euróval, euró nélkül, egyáltalán az euróövezetbe való belépni akarással és belépni akarás nélkül, költségvetési fegyelemmel és költségvetési lazítási lehetőséggel, és benne azt, hogy biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan tagállamok, akik arra fognak törekedni, hogy részei maradjanak az Európai Uniónak, szerintem Orbán Viktornak ez a célja, és közben a lehető legtöbb szabadságot kapják akkor, amikor Magyarországnak szerintem nagyon szorosan kellene a tagállamokkal együttműködni, Németországgal is, Franciaországgal is, ebben egy más irány képviselni. De valóban kialakul ez a többsebességes Európa, amitől sokan tartanak, és Magyarország ebben a perifériára szorul, akkor ez Magyarország, a magyar kormány döntése lesz akár, most nem is beszélve magyar választópolgárokról, akik majd aláírnak önöknek? Ugye ezt alapszerződés módosítás nélkül is egy pontig el lehet jutni, hiszen ma is kívül van Magyarország az eurozónán, nem is sietném el az euróvezethez való csatlakozást, bár ki kell tűzni, hogy Magyarországon előbb-utóbb euróval kell fizetni, egy jobban működő eurozónában, ahol a költségvetési politikákban fegyelem van, mert én azt sem szeretem, hogy mindig csak beszélnek egyes tagállamok arról, hogy hát itt fel kell lazítani, és a németek milyen csúnyák, hogy itt fegyelmet követelnek. Szerintem igazuk van a németeknek, hogy ebben fegyelmet követelnek. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak itt a helye, és például ezért gyűjtünk a teljes jogú tagság mellett, mert szerintem Orbán Viktor egy soksebességes Európa sokadik sebességfokozatába fogja vinni Magyarországot, és hogy legyen világos, szerintem ez rossz. Ez rossz a magyar jövőnek, rossz a magyar munkaerőpiaci válság megoldásának. Egy facsavart nem tudnak becsavarni egy magyar ipari vállalatban, anélkül, hogy nem működjünk együtt egy szabadkereskedelmi övezetben, a piacgazdaság keretei között, versenyben, és egyébként egy jobban működő jóléti államban. És ennek része ugye Orbán Viktor arról beszél, hogy a rendnek van helye a gazdasági növekedés helyett. Szerintünk a gazdasági növekedésnek még van tere. Köszönöm, hogy elmondta a véleményét. Egy rövid reklám után folytatjuk. A Greenpeace kampány felelősével fogunk a Liget projektről beszélgetni.